Üdvözlöm a tisztelt nézőket újra a Lólépésben Sakmagazinban. Gunyác Zoltán műsorvezető vagyok. Megtisztelő feladatom, hogy tudósítsam a kedves nézőket a megye, az ország és a régió sak életének különböző történéseiről, versenyeiről. Előző adásunk óta semmi sem történt a Megyesak életében így nem tudok önöknek beszámolni semmilyen történéstől. A későbbi adásunkban fogunk tudósítani a nagyhalászban megrendezésre kerülő hetedik országos baptista kupa gyermekversenyről, illetőleg tudunk beszámolni a Magyar Sakszövetségben bekövetkezett tisztúító közgyűlésnek az eredményeiről. A mai adásunkban, visszanyúlva a régmúlthoz, a világtörténelem legnagyobb sakkozói küzdelmét tudom a tisztelt nézőknek bemutatni, amelyben különböző sakterveket, elveket igyekszek a kedves nézők elé tárni. 50 évvel ezelőtt vívott egymással világbajnoki döntőt a a Szovjetunió két világklasszisa, Tigran Vártanovics Petrosyan, örmény származású világbajnok, akinek a kihívója Boris Paszki volt, aki pár évvel később átadta a világbajnoki címet az amerikai Bobby Fischernek. Ekkoriban ez a két sakkozó volt a legerősebb a világon, tehát Petrosyan világbajnok és kihívója, Spassky világbajnok jelölt, bár természetesen néhai Bobby Fischer már ekkor rég azt hirdette, hogy ő a legjobb sakkozó a világon, csak nem tudott túljutni a világbajnok jelöltek versenyén. Nos, a az 50 évvel ezelőtt vívott világbajnoki döntőn történt egy olyan parti, amelyet szeretnék a kedves nézőknek bemutatni, de még ezt megelőzően ugyanezen állás szerkezetnek egy másik változatát szeretném a kedves nézőknek bemutatni. Tehát a téma a vezércsel-kárszbádi gyalogszerkezete. És az első, amit szeretnék bemutatni, 1952-ben a szovjet bajnokságban az akkori világbajnok Mihail Botvinnik játszott az észt világklasszissal Paul Keresszel. A partiban szintén az ortodox védelem, a kászbádi változat került terítékre, kászbádi gyalogszerkezet, és ugyanezen kászbádi gyalogszerkezet került terítékre két partiban is a Petrosyan Spassky világbajnoki döntőn. Először nézzük meg az első partit, a Botvinnik kereszt partit. A világos figurákat vezeti Botvinnik világbajnok és az észt világklasszis világbajnok jelölt, Paul Keres vezeti a sötét figurákat. D36-os kódú vezércsel kerül terítékre, nézzük a bevezető lépéseket D4-20 C4, E6, Huszár C3, D5, 5 D5, Gyalogüt D5, Futó G5 lekötés, Futó E7, Futó E7, E3, Rövid sánc, Futó D3, Huszár B D7, Vezér C2, Bástya E8. Ez a tipikus kázbádi gyalogszerkezet, amelyben ö, világos általában a vezérszágyunk kezdeményez a minoritás támadást, minoritár támadást ö, bevetve. Botvinnik azonban nem volna Botvinnik, hogyha nem talált volna régi új recepteket a világos támadásának az erősítésére. Botvinnik tehát egy ritkább receptet alkalmazott, Huszár g t Egyébként ebben a rendszerben Portis nagymester is emlékezetes küzd, ö, győzelmet aratott Bent Larsen ellen 1977-ben világbajnok jelöltek páros mérkőzésén. Ez egy korábbi előtt parti, nem, nem teljesen ugyanaz, mint a ö, Portis parti, de stratégiai vonalvezetése nagyjából ugyanaz. 20 f 8 következett, <kül> Rövidsánc és C6. Ö, Botvinnik bástya B1-et húzott, amire következett futó D6, ez talán vitatható lépés az észt világklasszistól, de ne bíráljuk őket olyan nagyon, hiszen 67 évvel ezelőtti partiról van szó, akkor még nem volt olyan szinten a megnyitás elmélet, mint most. Király H1 következett, Huszár G6, ezzel a lépéssel tulajdonképpen ö, cserére kényszeríti kereszt a G5-ön álló futót, hiszen egy H6-ra például már nem húzható vissza F4-re vagy H4-re, mert akkor lecserélésre kerülne, és nem is biztos, hogy olyan jó, jó helyen állna ott az a, az a futó F4, huszárüt F4 után az a ló, vagy az a gyalog, amivel visszaütne világos F4-re. Botvinnik bemutatta a... A szokásos, az előző adásunkban is bemutatott centrum fölényt, centrumát törést, F3-at húzott, tehát f 3 menégyel törekszik a centrum elfoglalására. Kereszt bűnbánó visszakozása volt futó E7, amire következett természetesen bástya B, E1, hiszen a bástyáknak az előrenyomuló E és F gyalogok mögött van a helye, huszár D7, és erre cserélni kell. Futóüt e7, és bástyaüt e7. Természetesen értelmes lépés lett volna vezér e7 is, de ezzel még mindig nem oldották volna, oldotta volna meg sötét az e4 mezőnek a problémáját. Huszár g3, amivel a huszár az e4 pont további ellenőrzésére törekszik, huszár f6. Ez azért egy értelmes lépés, mert ugye most E4-re következhetne D-után 4, 4, és vezér üthetné a D4 gyalogot, ezért kötelező védeni a D4 gyalogot, vezér C2, F2 következett. Ezek után következett futó E6, tartva a D5 pontot, amire Huszár. <coughs> Efőt következett. Ezzel megtámadta a bástyát, és kereszt úgy döntött, hogy lecseréli azt a lovat, futóütefőt, futóütefőt, és vezér b tal ve, ö, nyugtalanítást igyekezett elérni. Botvinnik azonban egy rendkívül következetes sakkozó volt. 4 végrehajtotta a centrumbeli előrenyomulást, D üte 4, F üte 4, és bástya D8 következett, amellyel tulajdonképpen a D4 pontot igyekezett elfoglalni, túlterhelni. Botvinniknak lehetősége nyílt a kiváló E5 lépésre, ami, amivel elveszti a lógó gyalogok előrenyomulásában rejlő dinamizmust, és lehetővé teszi, hogy a, a, sötét beálljon a két gyalog közé, beékelődjön huszár D5-tel. Ez azonban azért nem veszélyes, mert a C3 huszárral E4-re léphet, és bekerülhet D6-ra az a huszár, ami rendkívül erősé válhat. D6-on az a huszár már nem is ló, hanem bika. Tehát Huszár E4-jel folytatta Botvinnik. Huszár F8-al retirált vissza, vélhetőleg F6-tal akarta megbontani kereszt a centrumot, azonban Huszár D6 következett, és erre először még vezér C7-et kellett lépni, hogy tervszerűen folytathassa a partit kereszt. vezér C7, amire következett futó e 4 Ütésben van tulajdonképpen az F7 pont is, illetőleg a ló is. Huszár E6 következett, amire Botvinnik kihasználta, hogy eltávolodtak, a sötét tisztek a királytól. Egyébként tekintsük meg az állást, az állásban a meghatározó tényező az, hogy passzivitásban vannak a sötét tisztek, térhátrányban szenved sötét, és a világos tisztek akadálytalanul felvonulhatnak a kiség magányossá váló sötét király ellen, következik tehát vezér H4. A mat persze könnyű kivédeni, hiszen ugye most fenyeget vezér H7-sak, király F8, vezér H8-mat, könnyű kivédeni G6-tal. Azonban a sötét király állásában meggyengültek ezzel a sötét mezők. Botvinnik lecserélte a futóját, futóüddéjöt. Gyalogüddéjöt. Azzal, hogy most már lehetővé válik a bástyák behatolása a C mezőn is, tehát világos megszerzi a C vonalon az uralmat. Bástya C1. Mint ismeretes, hogy a bástyáknak nyílt sor, illetve vonal kell, hogy hatásukat kifejthessék, hát most a, a világos bástyák tobzórhatnak a lehetőségekben. A vezérrel csak is D7-re lehet visszamenni, hiszen őrizni kell az F7 pontot, tehát vezér C7, D7 gondolkodás nélkül. Ezek után pedig Botvinnik bástya C3-at húzott, mint egy bejelentve a közvetlen király elleni támadást, fenyeget például Bástya H3, Bástya F3, védeni kell az F7 pontot is, tehát Bástya F8. Ezek után következik egy tisztádozat, amit Huszár F5, amit kereszt köszönettel nem fogad el, Huszár F5-re ugyanis, hogyha ütné a tisztet, akkor következhetne Bástya G3-sak, Huszár G7, majd vezér F6-tal az ellenfelét, tehát Bástya f 8 amire Huszár H6, Király F8 és Vezér F8 következett, fenyeget a mat H8-on, kötelező a Huszár G7. Ezek után következik az F7 pont túlterhelése, Bástya C3 F3, Bástya C8, hogy... Ö, menekülési lehetősége legyen a királynak, mert Huszár F7 következik, és el kell, el kell, hogy tudjon menni valahova a sötét király, Bástya E6 szúrással igyekszik a továbbiakról lebeszélni, ellenfeléd keres, következik vezér G5, Huszár G5, <tosz> És itt az F vonalat kell kinyitnia a világosnak, tehát huszár H6, és már nem tartható, sokáig zárva az F vonal vezér G7-tel folytatta, kereszt, azonban nem csak huszárűt e lehet kinyitni a G vonalat, hanem következhet G4, és innentől kezdve a kötés kihasználás miatt sötét tisztet veszít, rövidesen bematolják, és ezért kereszt nagymester feladta a partit. A világ sakkozóinak élvonala nem követik mindig a korábban játszott partikat, bár az is előfordul, hogy azokat feldolgozzák, megjavítják, jobban, mélyebben kielemzik, de az igazi világklasszisok választanak mindig új terveket. A műsor elején említettem az 1969-es világbajnoki döntőt, az itt játszott 20. partit szeretném a nézőknek bemutatni, ahol Tigran Petrosyan világbajnok a klasszikus felállást választotta, nem az F3-E4-es gyalog előre nyomulásos tervet, hanem a népszerűbb tervet. Nézzük tehát ezt a tervet, hogyan is jön ez össze. Tehát Petroszján világbajnok c 4 jel nyitott, amire Spassky kihívó E6-tal válaszolt. E6, D4, D5, Huszár F3 futó E7, Huszár C3, Huszár F6, A szokásos futó G5 lekötés következik, rövid sánc, E3, H6-tal tisztázzuk az F6 pontot, és itt Petros Ján lecserélte a G5 futót, a huszára futóült F6, futóült F6. Ebben az állásban a stratégiai terv az, hogy gyalogcsere és esetleges vezérszádi gyalogerőre nyomulást követően világos létrehozza d 5 sötétnek az izolált gyalogját, majd a fennmaradó tisztekkel, a három nehéz tisztel, a két huszárral és a futóval összesen hat tisztel tudja támadni az izolált D5 gyalogot, sötét pedig csupán a futóval, a, a, tehát a világos mezőjű futóval a huszárral és a három nehéz tisztel tudja oltalmazni az izolált gyalogot, tehát stratégiailag vesztésre áll, az F6-on álló futója nem jó. Ö, meg kell oldani azonban a C5 ellentámadásnak a problémáját, hiszen sötétnek a sötét mezejű futója beállt az A1-H8 nagy átlóra, és amennyiben ki tudja nyitni a nagy átlót, az F6-on álló futó rendkívül erőssé válhat. Ezért világos a vezér D2 folytatást választotta. Itt a C5 nem lesz jó vezér d 2 itt a C5 nem lesz jó, ugyanis ha kinyitná, a, tehát beüt, a, beüt, ö, sötét a C5 esetében D5-re, csak gyaloggal lehet visszaütni, és arra bástya D1-et fog húzni ö, világos, nagy nyomást kifejtve a D vonalon, tehát ez a vezér D2 tulajdonképpen a C5 ellenlökés megakadályozására irányul. B6-tal válaszolt Spassky világbajnok jelölt, a későbbi nagy világbajnok, mostanában már előfordul a megnyitás elméletben a 20 C6 is tudomásom szerint, de hát akkor 50 évvel ezelőtt még az elméletet író világmesterek B6-tal folytatták. Következett üt D5, üt D5, és a tematikus B4 igyekszik lefolytani le, ö, a, ve, a, vezérszányi sötét gyalogokat Petroszian világbajnok, következett futó B7, amire a világbajnok bástya B1-et húzott. Nagyon értelmes és logikus lépés, annak a gyalognak ott van a helye. Ö, nem tud c 5 felszabadítani Spassky, hanem C6-ot kell lépnie. C6, erre futó D3 következik természetesen, kifejlesztve az utolsó könnyű tisztet is, Spaski huszár D7-tel válaszolt, amire Petrosyan rövidre sáncolt, és következett bástya E8 az E4 pont tartásával, E4 pont elleni esetleges ellentámadás lehetőségével. Itt lehetősége van Petrosziannak bástya fc egyet húzni, és ezt meg is húzta, hiszen a világos bástyáknak b 1 és C-1-en van a helye, a világos játék a vezérszányon történik tulajdonképpen. Nézzük meg, tehát bástya FC1, amire a világbajnok kihívója A5-tel válaszolt. Ez a következmények ismeretében hibának tűnhet, és hiba is. Nehéz. Spaskit hibáztatni ezért a lépésért, hiszen az ilyen minoritártámadásos állásokban világosnak ö, az egyik, ö, hogy is mondjam, a játékát kicsit gyengíti, ha sötét ki tudja nyitni az ávonalat, amelyben kinyílik az ávonal, akkor sötétnek az ányolc bástyája nulltempós bástyává válik, tehát anélkül, hogy lépett volna erőt fejt ki, játékba avatkozik az ávonalon, és az ávonalon ellenjátékot indíthat sötét. Tehát 50 évvel ezelőtt egy komoly stratégiai tartalommal húzta ezt a lépést Spassky. Petroszján azonban nem tudjuk, hogy a tábla mellett, vagy pedig előzetes készülés során, de meg tudta dönteni ezt a tervet. Tehát ezt a kétes értékű A5 lépést, mégpedig azzal, hogy gyalog üt A5. Természetesen nem lehet ütni a gyaloggal vissza a mert arra kasszírozná világos a B7 futó, tehát tisztpesztés volna, ezért csak és kizárólag bástyaüt A5 jöhet számításba. Nagyon erősnek tűnik ez a lépés, hiszen világos nehezen juthat előrébb, az A2 gyalogot őrzi a, a huszár, azonban a B6 gyalogot őrzi a sötét huszár, és a C6 pont is kellően biztosított. Petrosyannak lehetősége nyílt azonban a B6 pont meggyengítésére futó f -tel. Ez ugye azzal fenyeget, hogy a futóval beüt D7-re, vezérű D7, és ezek után a világos bástya kaszírozná a B6 gyalogot, sötét vezérszárnyának a szétesésével. Ezért bástya A6 volt kötelező, Bástya állhatott lépett Spassky, a B6 gyalog védelmének az igényével. Bástya B3 következett, mivel ugye világosabb B vonalon Ö, fejt ki óriási nyomást, is, nem lehet c felszabadítani, mert még mindig ütésben volna ö, csere után a, a B7 futó. Tehát Bástya B3 G6-tal elzavart az paszki azt a huszárt, és itt ö, én azt hiszem, hogy nem elemzésnek lehetett a tárgya, nem előzetes otthoni felkészülésnek lehetett a tárgya ez a futó f lépés, mert Petrosz visszavitte D3-ra azt a ö, futót. Amennyiben otthon elemezte volna a stábjával ezt az állást, akkor abban az esetben biztos vagyok, hogy a kiváló ö, profilaktikus világbajnok H3-ra vitte volna vissza a futót, és nem D3-ra, tehát tábla mellett hozott döntés lehetett ez A5, ez az 5A5. Erre Bástya A7 kötelező volt, amire Bástya C B1, a B vonalbeli nyomás erősítésével. Itt következett futó G7 visszakozás, e föttel ugye valószínűleg szeretne zárni ö, és fokozta a térelőnyét a vezérszányon a világbajnok A4 lépéssel. Erre Spassky vezér e 7 válaszolt, és itt a világbajnoknak választ kellett kapni arra a hogy hogyan kívánja tovább erősíteni az állását, egy tisztát rendeződés mellett döntött futó F1. Ez a futó F1 bejelentette a G2-G3 futó H3 átrendezést, és erre a lépésre döntött úgy a, a kihívó, hogy ezt a rendkívül veszélyes futót kicseréli futó A6-tal futó A6-ra természetesen <coughs> következhetett H4, futó út F1, bástya F1, és H5. Az ilyen állásokban a néhai Petroszian világbajnok úgy érezte magát, mint hal a vízben, gépi technikájával, csodálatos technikájával könnyedén húzta be ezek után a partit, hiszen magasabb értelemben véve már nyerésre áll. A bástyát ezek után egyre vitte, következett bástya a 8 G2, G3, minden tisztáz, ugye a G7 futó teljesen lekorlátozza, vezér D6, király G2, király F8, Spassky várakozó lépéseket kénytelen tenni, bástya E, B1, miután megoldotta már a D3, D4, E3, F2, G3, H4 gyalogszerkezetet és a király biztonságát, király G8 következett, vezér D1, futó F8, és ezek után bástya B2 a várakozó lépéseket követően futó G7 jött, majd egy rendkívül erős lépés következett, Básta C2, a világbajnok átnyergel a C vonalbeli nyomásra, Bástya A7, Bástya B, C1, Huszár B8, Ebben a nehéz állásban úgy tűnik Spassky elvesztette a türelmét, Huszár E2 jött. Bástya C7, úgy tűnik minden rendben van, hozzáteszem, hogy nem volt üthető az A4 gyalog, mert arra következett volna Bástya C6, Huszár C6 vezérüt A4, tehát gyalogvesztéshez vezetett volna. A partiban egyébként vezér D3-at húzott a világbajnok, következett B vezér D3, következett Bástya A7, vezér D3, bástya A6, huszár F4, bástya D8, huszár D3. Ezek után ugye megszerezte az E5 pontot is a huszárokkal a világbajnok, futó F8, huszár E5, bástya C8, bástya C3, futó E7, huszár F4, futó F6, vezér B, vagyis huszár D3, bástya A5, vezérült B6, a gyalognyerés már nem volt megakadályozható, bástya üt A4, bástya C, C5, és rögzült a, a konstans gyengeség. Bástya A6 következett, és itt jött egy óriási ütésváltás. Bástya üt D5, vezér üt F4, huszár üt, D <coughs> vezér üt A6, vezér N4-sak, vezér F3, vezér E6, vezér C4, a kötés miatt ugye nem volt üthető a D5 gyalog, vezérű E3, huszár E5, bástya D8, vagyis bástya F8, mert őrizni kellett a bástya ellépés után az F8 pontot, bástya C5, futó E7, bástya B1, futó Üt C5, Bástya üt B8, Bástya üt 8 itt nem üthető vissza a Bástya, mivel arra vezérő f 7 a király H8, Huszár G6 mattot jelentene, ezért erre a lépésre, mivel itt <coughs> tulajdonképpen már tisztnyerés lesz, ö, sötét ö, feladta a partit. Ebben a partiban tehát a vezérszárnyi tervet valósította meg a világbajnok a kihívóval szemben. A parti után elérkezett a búcsú ideje is, ugyanis elfogyott a műsoridőnk. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, remélem tetszett a két partiban bemutatott stratégiai ötlet, viszontlátásra!